Reményik Sándor, a rejtelmes virág. Asszíriában régen esett ez az eset. Kopont legendák szólnak róla, de keveset. Király kertjében egy nap, nem tudom a napot, egy idegen, csodás virág találtatott. Szára magas, királyi, kelyhe néma, zárt. Te ma is lázba ejtene, nem egy virágba zárt. Kertész nem ösmeré, bár tudományosok. Király parancsára jöttek a mágusok. Vontak bűvkört köréje, fehéret, feketét. Az idegen csodás virágot nézdelék. Csend volt, lehet-e hallani kísértett lépteket. Még a legidősebb mágus szólni merészkedett. E virág bimbajára, uram király, vigyázz! Ettől jövend fajodra! S udvarodra gyász. E virág csukott kelyhét figyeld, s mikor hasad, akkor tipor le. Vissza nem jő a pillanat, mert ha kinyílt egyszer szelíd fehér ajka, arcod, uram, takard el, nincs hatalmad rajta. S állíták a virágot komor őrök közé, rá napfény nem mosolygott, harmat nem öntözé. A zsarnok szólt, hagyd látom, hogy esnek a csodák? S figyelték éjjel-nappal fegyveres katonák. Csak néha borzadtak el az zárt kehely előtt, sejtve a benne rejlő hallgatag őserőt, sejtve, hogy lehetetlent leső emberszemek, a virág nyíltát lesve az Istent lesik meg, s ő csak kész alkotást ad az embernek át, s még benn dolgozik, nem mutatja magát. Az elüldözött álom véresre marta fel az őr szemét. Mosolygott, s aludt a zárt kehely. Miatta minden talpig acélba öltözött. Ő pihent, Isten álma tigris fogak között. S aztán egy éjjel mégis így esnek a csodák. Az őrség szunnyadott el, s kinyílott a virág.